Megérkezett Magyarországra az ültetvény traktorok zászlós hajója, a Lamborghini Spire F115 VRT. Hogy miért is zászlós hajó? Mert 116 lóerő maximális teljesítménnyel rendelkezik, de buszt funkciókkal, kardánon és közúton még további teljesítmény leadására is képes, a VRT pedig fokozatmentes váltót jelenti. Színe Zoltán vagyok, az Oldcare Kft. Kelet-Magyarországi képviselője. Ismerjétek meg velem a Spire F115 VRT traktort. Nézzük meg először is, miben változik szerkezetileg egy sima Spire-höz vagy Spire S-hez képest. Active Drive első felfüggesztéssel rendelkezik, amely nem elsősorban a jobb, komfortosabb munkavégzéshez lett kialakítva, kifejlesztve, bár erre is jó szolgálatot tesz, mivel rugózik lengőkarokon keresztül az első híd, hanem a lengőkaros felfüggesztésnek köszönhetően a lejtő és táblavégi fordulókon lehet optimalizálni a traktornak a súlypontját, ezáltal elkerülhetőek a borulások, megdőlések, nagyon csúszós, egyenetlen talajokon optimalizálni tudjuk a jobb és a bal kerék közötti nyomaték leadást a talajra, illetve lejtős, oldalirányú lejtővel rendelkező területeken a munkavégzéskor jobban tudjuk optimalizálni a nyomaték átvitelt. Nézzük tovább a traktort szerkezetileg, tekintsük meg a hátsó függesztő szerkezetet, illetve a hátul található egyéb más funkciókat, további szerkezeti egységeket. Szintén három pontos függesztő szerkezettel rendelkezik, CAT2-es gyors kapcsolással. A jobb oldali függesztő orsó helyett széria kivitelben hidraulikus munkahenger lett beépítve, illetve a feszítő lakat helyett is, vagy feszítő orsó helyett is hidraulikus munkahenger található. Ezen traktor hátul 5 pár kihelyezett hidraulika körrel rendelkezik, amelyből másfél pár előre is duplikálva van. Ezen kívül rendelkezik szabványosított izobusz csatlakozással, így az e-monitoron keresztül, azaz a saját központi kijelzőjén keresztül képes munkagépeket üzemeltetni. Valamint rendelkezik Power Beyond hidraulika csatlakozókkal is, amely azt a célt szolgálja, hogy az alapban 100 liter per perc hidraulika teljesítményű szivattyújának változtatható a térfogatárama, így mindig optimális mennyiségű hidraulikolajat szolgáltat a munkagépekhez. Szintén bal hátul kívül található a kardán üzemmód választója, ahol rendelkezésünkre áll az 1000-es, az 540-es, a 750-es kardán fordulatszám, illetve üres állás is kapcsolható ezen kar segítségével. Opcióban elérhető ezen kar belső elhelyezése, fülke belsőben történő elhelyezése, azonban én sokkal jobban szeretem itt kívül, mivel egy munkagép felakasztásakor a semleges helyzetbe való kapcsoláskor szabadon forog a TLT-csónk és könnyebb csatlakoztatni a TLT-t. Nézzük meg a jobb elől található további hidraulika csatlakozókat. Mint mondottam, hátul 5 pár hidraulika csatlakozóból másfél pár előre van duplikálva, ezen kívül azonban komplett 4 pár hidraulika csatlakozó található az első munkagépek vezérléséhez, valamint 2 darab szabad visszafolyás, elől is megtalálható 3 pólusú izo csatlakozó elektromos áram ellátás céljából, úgynevezett steklámpás áramátadás, abból akár 2 darab is, illetve itt elő található a frontfüggesztésnek az elzáró, illetve kinyitócsapja, és minden Spire traktoron alapfelszereltségben kérjük gyakorlatilag az úgynevezett bikázási pontot, ezáltal ha bármely más traktornak külső áramellátásra van szüksége, mondjuk egy lemerült akkumulátornál, nem kell megbontanunk az akkumulátorfedőt, hanem innen biztonságosan tudunk áramot szolgáltatni. A frontfüggesztésű ültetvény traktorokhoz már ajánljuk, illetve bizonyos esetekben alapban választjuk az első munkagép hidraulika tömlőinek megvezetésére szolgáló tartó keretet.
És akkor ismerjük meg belülről is a Spire F115 VRT traktort. Szintén teljesen fokozatmentesen állítható a kormányoszlop és a műszerfalnak a dőlése 55 és 75 fokos szögben, valamint állítható a kormánykerék magassága a rajta lévő kezelő kapcsoló karokkal együtt. A nagy traktoroktól megkapta az 5-szoros InfoCenter Pro kijelzőt, ahol már nem csak a traktor alapfunkciói láthatóak, hanem egyéb más üzemelés közbeni funkciók is elérhetőek, illetve kijelzésre kerülnek. A kezelő kapcsoló szervek színkódolása nagyban megegyezik az SDF csoportra jellemző színekkel. Így, mint narancssárga, karok, gombok, amelyek haladási irányításért felelősek, az elektrohidrikus irányváltó, amely előre és hátra menetet tesz lehetővé fokozatmentesen, valamint a rajta lévő 5 fokozatú irányváltás intenzitás kapcsoló. Ez a traktor már úgynevezett hidrikus parking brake, azaz hidrikus parkoló fékkel rendelkezik, amely eleve sokkal jobb helyen található, mint a egyéb más traktoroknál, amikor a bal oldalt az ülés mellett van, illetve sokkal biztonságosabbá teszi a rögzítést, nagyobb rögzítési erőt szavatol, végül, de nem utolsó sorban pedig 2 lóerővel kisebb teljesítményt veszel ez a fajta rögzítőfék, mint a hagyományos mechanikus buvdenes. A MaxCenter Pro kijelző 2 oldalán található szintén újdonságként az ASM gomb, ez az automata első kerékmaghajtás és differenciálmű kapcsoló, amelyet majd az e-monitorból tudunk is állítani, erre egy picit később térünk ki. Jobb oldalt kapott helyett az Active Drive felfüggesztésnek a bekapcsoló gombja, illetve a műszerfal bal oldalán pedig tudjuk szintezni az első felfüggesztést fölfelé, illetve lefelé, illetve automatikusan szintezi magát az oldallejtésnek megfelelően. Ezáltal komfortosan, biztonságosan és lehetőség szerint minél nagyobb vonóerővel rendelkezik a traktor. Továbbiakban 2 darab sebességmemóriánk található, mondhatni, mint egy személyautóba a tempomat, 2 darab motormemóriánk, kézigázunk, irányváltót a jobboldali Maxcom kartámaszból is üres állásba tudjuk kapcsolni, első kerék meghajtás, differenciálműzár, sebességváltó üzemmód választó, illetve polkocsi vontatási funkciókat tudunk elérni. Valamint az egyik legfontosabb potméterünk, az pedig a motor karakterisztikát gazdaságos, vagy pedig nyomaték üzemmódba használjuk. Világos zölddel a már jól ismert elektromos függesztő szerkezet vezérelhető, a feloldó gombja, amely indítás után szükségeltetik megnyomni, hogy működjön a funkciónk. Ezen billenőkapcsolóval emeljük, illetve süllyesztjük a függesztő szerkezetet. Ha esetleg rossz funkciót, rossz parancsot adtunk ki, akkor pedig le tudjuk stoppolni. Illetve ugyanúgy megtalálható a beállítási funkciók között az erő helyzetszabályzás, a süllyesztési sebesség, az emelési magasság. Biztonságos munkagép felnek kapcsoláshoz egy pillanat vezérlő. A kék színűek a külső kihelyezett hidraulikakörök, amelyből összesen 9 áll rendelkezésünkre. És akkor nézzük meg a kihelyezett hidraulikát, azaz a kék színű kezelő és kapcsoló szerveket. Talán kezdeném azzal, hogy ezen funkciót is a kék gomb hosszú megnyomása után tudjuk elérni. Ezen aktiválás után az első számú hidraulikakört a kicsi joystickkal előre hátra mozgatva, kettes számú hidraulikakört kicsi joystick balra jobbra mozgatva, hármas számú kör, illetve a front hidraulika hozzánk legközelebb eső billenőkapcsoló, majd a négyes, majd az ötös kör, a nagy multi joystickon pedig a hatos, a hetes kör, a nyolcas és a kilences kör elérhető. De ezen körök az e-monitoron keresztül teljesen szabadon variálhatóak. A türkiz zöld színű gombokból 2 található a gépben, az egyik az úgynevezett
SDD gyors kormány, amikor másfél kormányfordulat alatt elérjük a teljes kit kormányzottságot, akár jobbra, akár balra kormány középtől, illetve mivel ez a traktor, már említettem, rendelkezik e-monitorral, illetve RTK előkészítéssel, ezen türkiz zöld gombbal tudjuk aktiválni, vagy tudnánk aktiválni a robotkormányzást. Amennyiben az RTK előkészítésünket kibővítjük és ellátjuk antennával, illetve megfelelő modemmel, ezen türkiz kép kapcsolóval tudjuk kiválasztani, hogy közúton vagy pedig szántóföldön üzemeltetjük a traktort. Fekete billenő kapcsolókkal lehet vezérelni a hidraulikus jobboldali függesztőszárat és az úgynevezett feszítő lakatokat is. Nézzük meg a citromsága, azaz a kardán funkciókat. Mivel ezen traktor rendelkezik front hidraulikával és front ELT-vel, az első bekapcsoló a front ELT indítás megállítás, hátsó citromsága, hátsó TLT beindítás, leállítás, illetve van egy autóüzem mód, amivel be tudjuk azt szabályozni, hogy függesztő szerkezet kiemelésekor mikor álljon le a TLT, illetve visszaeresztéskor mikor induljon el újra, valamint haladási sebességhez is tudjuk kötni a bekapcsolását, illetve a kikapcsolását. Ezen traktornál a plafon jobb felső sarkába kerültek a világítás kapcsolók, mint munkalámpa, teljes világítás, még egy munkalámpa, villogó, hátsó munkalámpa, ablaktörlő, és nagyon fontos a CAT4-es fülkeszülés, amely teljesen hermetikussá teszi a fülkét, és kiválóan végezhető vele növényvédelem. Továbbá megtalálható rajta kettő darab szintén szabványosított csatlakozó, egyik a 7 pólusú sebességeladó, a másik pedig egy 9 pólusú vezérlövegység. Minden traktorunk USB csatlakozóval ellátott, így a különböző okos termékek, okos kütyük gondmentesen tölthetőek. Szintén megtalálható a 3 pólusú elektromos csatlakozó, egy szivargyújtó hajzott elektromos áram szolgáltatására, valamint a dohányzóknak egy szivargyújtó. Szintén 13 fokozatú ventilátor gondoskodik a fülke szellőztetéséről, klimatizálással együtt, illetve a hideg és a meleg levegő szabályozása is komfortosan megoldott, valamint belső világítással is rendelkezünk, amelyek már ajtó nyitásra felkapcsolnak, illetve lekapcsolnak. És akkor ismerjük meg, miben is rejlik a fokozatmentes váltó nagy előnye, hogyan is kell kezelni. 3 darab üzemmódot tudunk választani. Van egy manuális üzemmódunk, amikor gyakorlatilag mi állítjuk be a fokozatmentes sebességváltónak az áttételét, illetve mi határozzuk meg a motorfordulatszámot. A következő üzemmódunk az automata üzemmód, amikor is már a motor menedzsment felügyeli a fordulatszámot, illetve az áttételi viszonyt. Ilyenkor be tudjuk szabályozni a maximum haladási sebességünket gyakorlatilag 2/10-enként, és gyakorlatilag teljes gázadás mellett, vagy pedig optimális fordulatszámon is maximum a előre beállított haladási sebességgel tud a traktor haladni. Fontos még egyszer kiemelnem, hogy a potméterünkkel tudjuk változtatni a motor karakterisztikát az ekonomi, azaz gazdaságostól teljesen a power, azaz a teljes teljesítmény üzemmódig. Tehát, amit az előbb a kijelzőn láthattunk, 12,9 km/h beállított értéket el tudjuk érni akár egy 800-as motorfordulatszámon is, de a motor leszabályozási fordulatszámánál, azaz 2200-nál is ugyanúgy 12,9 km/h fog haladni a traktor. Miért is jó ez nekünk? Azért, mert mindig optimális sebességgel és mindig optimális fordulatszámmal tudunk haladni a traktorral. És van még egy harmadik üzemmódunk, a kardán üzemmód. A PTO üzemmód. Amikor is az előre beállított kardán fordulatszám, azaz
motorsz fordulatszám függvényében üzemeltetjük a motort, és ilyenkor az előre beállított haladási sebességünket a gázpedál lenyomásával, de nem a motor fordulatszám megváltoztatásával, csak a haladási sebesség változtatásával érjük el. Tehát még egyszer, beállítunk előre egy kardán fordulatszámot, esetünkben most 530-es kardán fordulatszám, 1040-es motor fordulatszámon, beállítottjuk mondjuk, hogy 7,8 km/h szeretnénk menni, irányváltóval kiválasztjuk a haladás irányát, felengedjük a tengelykapcsolót, rálépünk a gázpedálunkra, és a traktorunk szépen elindul, anélkül, hogy megváltoztatná a motorfordulatszámot, és teljes gázpedál lenyomása mellett elérjük a 7,8 km/h, amennyiben úgy érezzük, hogy túl nagy ez a sebesség, egyszerűen visszaengedjük a gázpedálunkat, de nem változik meg a motorfordulatszám, amennyiben úgy érezzük, hogy még gyorsabban is tudunk menni adott TLT-s munkagépünkkel, akkor pedig a nagy multi-joystickunkkal megengedjük, hogy gyorsabban menjen a traktor, így szintén motorfordulatszám üzemelt változtatás nélkül megtörténik haladási sebességnek a megváltoztatása. Nézzük meg az e-monitort, azaz gyakorlatilag a központi kijelzőjét, amely teljes egészében alkalmas izobuszos munkagépek üzemeltetésére, funkciók lehívására, funkciók kivezélésére. De ezen kívül számos traktor üzemeltetési paramétert is le tudunk kérdezni, be tudunk állítani. Első menüpontként motor paramétereit láthatjuk, beállíthatjuk, be tudjuk állítani, mennyi a maximum fordulatszámesés, ameddig nem avatkozik közbe az elektronika, tudjuk állítani a maximális fordulatszámot egyes motormemórián, maximális fordulatszámot kettes motormemórián, ezen kívül le tudjuk kérdezni, illetve látjuk üzemközben a turbónyomást, illetve látjuk a motorterhelést is százalékos értékben. Aztán nem csak a jobb oldalt a könyökünknél lévő potméterek segítségével tudjuk beállítani a sűjesztés mértékét, a sűjesztés magasságát, illetve az automata kardán funkciót, hanem az e-monitoron keresztül is elérhető. Harmadik beállítási pontunk a kihelyezett hidrolika, azaz a kékszínű kezelő kapcsoló szervek. Mint mondottam, 9 kör áll rendelkezésünkre, jelenleg 5 kört látunk, de át tudunk váltani a további körökre is, 6-os, 7-es kör, illetve a 8-as és a 9-es kört is elérjük a menüből. Minden egyes körnél be tudjuk állítani a munkavégzés idejét, azaz, hogy meddig lennek nyitva a szelepek, illetve hogy mennyi olajmennyiséget engedjenek át. Negyedik funkcióként a traktornak az ASM funkcióját tudjuk elérni, azaz hány fokos kormányszög elfordulásnál kapcsoljon ki az első kerék meghajtás, és vagy mennyi kilométer per óra haladási sebesség felett kapcsoljon ki szintén az első kerék meghajtás. Milyen kormányszögnél kapcsoljon ki a differenciálzárunk, illetve milyen haladási sebességnél kapcsoljon ki a differenciálzárunk. Ötödik menüpontban a táblafüggi fordulókat tudjuk beprogramozni, amelyek alkalmasak többszörösen összetett munkagépek üzemeltetésére is. Itt az látható, jelenleg első gombnyomás után elindul a traktorunk, majd a beállított motormemóriára beáll a fordulatunk, a beállított haladási sebesség elindul a traktorunk, leengedi a munkagépet a kívánt mélységbe, beindítja a TLT-nket, leállítja a TLT-nket, kiemeli a munkagépet, üresbe kapcsolja az irányváltót, és ez leengedi a visszacsökkenti a motorfordulatszámot, és mind kezdődik majd újra előről. A hatodik funkciók a multi-joystickok programozását segítik. A multi-joystick felső kettő darab színes gombját tudjuk változtatni, például irányváltási funkciókra, ne kelljen a bal oldalt a kormánykeréken található irányváltókart mozgatnunk, illetve szintén el tudjuk menteni a jobb alsó fekete gombra a motormemóriánkat, de számtalan más variáció is lehetséges. A kicsi
joystickunkkal pedig nem csak előre-hátra mozgatva és jobbra-balra tudunk hidrikaköröket működtetni, hanem a tetején lévő billenő kapcsoló segítségével például tudjuk a függesztőszerkezetet is vezérelni.